Bonyai Regina egy évvel ezelőtt társat váltott, és az idei idénynek már egy új partnerrel vágott neki. Kulcsár Dorina úgy tűnik jó választás volt, hiszen a rövidke felkészülést követően a páros mindkét síkvízi válogatón a második helyen zárt, így 500 méteren jogot szereztek az U23-as Európa-bajnokságon való indulásra. A csehországi Rašicében megrendezett kontinens viadalra nagyobb elvárás nélkül utazhattak, ami jót is tett a lányoknak. Az előfutamba egyből tovább jutottunk a döntőbe, és hát a döntőben meg hetedik helyen végeztünk. Hát akik nyertek, meg elő voltak, ők már a felnőtt mezőnyben is remekelnek, szóval az ukrán lányok, ők az európai játékokon másodikak voltak. Szóval egy komoly mezőny volt, két hónapja párosoztunk együtt, szóval úgy gondoljuk, hogy a jövőre nézve ez nagyon jó páros lesz. A megszerzett hetedik helyezés értékét növeli, hogy a legtöbb nemzet az első sorával volt jelen az EB-n, míg a magyarok a második vonalat utaztatták ki. A síkvíz után pedig a felnőtt maraton Európa-bajnokság következett, melynek az idén Franciaország adott otthont. Regina mind a rövidebb, mind pedig a hosszú körön rajthozált, és sikeresen is szerepelt. Előbbin a harmadik helyen ért célba, míg utóbbin egy hajszállal lemaradva a bronzról a negyedik helyen végzett. A rövid távon sikerült neki ugye rögtön a harmadik hely, ez azért egy dopingot is adott neki, és tényleg nagyon-nagyon boldog volt. A hosszú távon nagyon sajnáltuk, mert végig gyönyörűen versenyzett, aki hallotta és visszanézi esetleg a speaker is, ugye oda meg vissza volt tőle, hogy mennyire szépen evez, látszik az ő csíkvízi technikával, de nagyon szépen evezett. Az utolsó 200 méteren lehajrázta a Dóra, de ez benne van a maratonba. Az Európa-bajnokságok után sincsen megállás, hiszen országos bajnokságok sora következik. A mostani hétvégén majd az utánpótlás, egy hét múlva pedig a felnőtt mezőny lapától egyaránt Sukoron.